törvényszék az alpereseket eltiltja a további jogsértésektől. Kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül a saját honlapjukon legalább egy évig tegyék közé az ítéletnek a jogsértés tényét megállapító és a jogsértésekkel eltiltó rendelkezéseit, illetve az ítélet rendelkezéseit 15 napon belül írásban közöljék a Magyar Távirati Irodával. Kötelezi az elsőrendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg 10 millió forint közérdekű bírságot, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére kell teljesítenie. A közérdekű bírságot Miskolc város közigazgatási területén a szegregátumok felzárkóztatására, az azzal összefüggő szociális tevékenységre, illetve a lakhatási problémák kezelésére kell fordítani. Ettől jobb ítélet nem születhetett volna itt az emberi jogok napján. Az akár a mérte a magyar társadalmat. A szövetében, ez örökre nyomot hagyni. Ez a fajta zaklatás, ez a fajta tünetkeltés. Tehát előttem van a kép arról a családról, amelyik kirakta a házára elsőként a Miskolcon maradunk táblát. És ők már sajnos azóta nincsenek a városban, pedig ők egyébként igazi lokálpatrióták voltak. Bárki bármit is mond. A jövőre nézve, az, amit csinál a TASZ, amit csinálnak a jogvédők, az nagyon fontos.